A helyi lakosság azért be van zsarolva, vagy meg van zsarolva azzal, hogyha lázadozik a Samsung gyár építkezései ellen, akkor kevesebb jut a városnak. A CIA meg ez a karakós nevű ember csináltak egy közvetítő céget, ettől vette meg a Magyar Állam a Honvédség ezeket a járműveket. Azt nem tudjuk, hogy mennyiért, mert az egész üzletet 30 évre titkosította a kormány. Kiderül, hogy a Gidrám mégsem olyan jó vagy kiderül, hogy a feltételek nem azok, amelyeket gondoltak az üzlet nyélbeütésekor? Szép jó napot kívánok, ez itt az átlátszó időszaki podcastje, a Best of, Best of Mutyi Mondó, és még egyéb műszavakat tudunk kitalálni majd hozzá. Na majd erről is kérdezlek titeket, de először is bemutattam a két jelenlévő vendéget, munkatársunkat, Erdélyi Katalint, az átlátszó főszerkesztő helyettesét, illetve Bodnár az átlátszó munkatársát, a technikai munkatársunk ezúttal is. Szabó Krisztián lesz, én pedig Hont András vagyok, és amiről beszélni szoktunk ilyenkor, az az elmúlt időszakban azok a cikkek, amelyek leginkább jellemzőek voltak az átlátszó elmúlt pár hetére, az elmúlt pár hét tevékenységére, és azt hiszem, hogy régen kerültek, el a mi, kerültek elő a mi házi oligarcháink, hogy érezzék a törődést a mai nap velük fogunk foglalkozni, mert ez olyan, hogy az ember megy az országban, a lehető legkülönbözőbb ügyekben, mind a ketten különböző ügyekkel foglalkoztok meglehetősen szerte ágazóval, és akkor hopp, egyszer csak előkerül egy szíjlászló, fordul balra, akkor mert belebotlik Mészáros Lőrincbe. Nincsen ilyen érzésetek? Abszolút így van. Hát bárhova megyünk, ott van valamelyik Fidesz közeli oligarha. Hát vagy maga a közeli oligarha. Nem lehet ezt ugyan ilyenkor pontosan szétszálazni, hogy a gombhoz van varva a kabát, vagy a kabáthoz a gomb. Mondjuk például Mészáros Lőrinchez és Szilászlóhoz egy híd, vagy Vasúti híd. Kezdjük ezzel, Katin. Ugye, valahogy át kell menni a Dunán, át kell menni vasúttal is a Dunán, ilyenkor mit csinál a ner az egyszeri megrendelő, kihez fordul kivitelezésért? Hát először is az Európai Unióhoz pénzért. Azt hiszem, hogy ez egy lényeges kiegészítés. Ez egy volt. nagyon fontos dolog, ugye, hol a pénz és miből futja rá, Utána következik a tender, amit megnyer jelen esetben itt ugye, amiről beszélünk, ez a déli összekötő vasúti híd, ezt megnyerte C. Lenszlónak az egyik cége, az a vállalkozója Mészáros Lőrinc cége volt, tehát abszolút körön belül maradt az egész projekt, és felújítják a hidat, mindezt úgy, hogy egy kis fejlesztésnek átszerzzák, mert az eredetileg két vágány helyett építettek egy harmadikat is, de az csak a híd egyik végétől a másikig tart. Tehát ott az, megy, nem megy egy vágány elő. a hídon. vasúti vonalon, és aztán a hídon az kibővítik még egyel, de amint lejössz a hídról, vissza kell menni egyel kevesebb vágányra? Jól értem? Ez igen, tehát itt működött két vágány, építettek mellé egy harmadikat, de ez most jelenleg nem üzemel. Ez a híd elejétől a híd végéig tart, mert így adott rá az unió pénzt, ugye, mint fejlesztés, és ezt a harmadik vágányt, ezt majd a déli körvasútban kötik be egyszer, hogyha az egyáltalán megvalósul. Uh -huh. Jó. Mit tudunk viszont a legutóbbi fejleményekkel a híddal kapcsolatban? Én tudom egyébként, de... Aki nem olvasta a cikkedet, az nem feltétlenül. Mi történik egy, egy beruházással Magyarországon, ahol eltelik egy év? Mi a legfontosabb? Hát a drágulás. Mindig a pénz a legfontosabb, de ugye... Ez se újdonság már, ugye ezt annak idején átéltük a vizes VB esetében is, most is az történt, hogy tavaly augusztusban átadták ezt a hidat, hogy hó, tök jó, elkészült, szép, csilli, villi, lehet használni, és akkor most szeptemberben, egy évvel az átadás után még kijött, hogy még egy kicsit drágult valami miatt. 35 milliárd, ha minden igaz. Az hát 36 is. milliárd fölé, tehát most ilyen pár száz millióval drágó. Csak hát ugye ez vicces, hogy egy már kész projektről így egy év után eszükbe jutott, hogy hú, hát még ehhez hozzácsapunk egy kicsit. No, nem csak itt alvállalkozó Mészáros Lőrinc, hanem hol még? Hát rengeteg ilyen, de ha rám nézel, András, Rád akkor, akkor ezt kell mondjam, hogy a vízi beruházásokban, a Mészáros és Mészáros Kft. ugye nagyon gyakran megjelenik, sőt, gyakorlatilag szinte mindig, és az akkumulátorgyárakhoz pedig óriási pénzekért vezetik a vizet, illetve vezetik el a szennyvizet majd a gyárakból. Ugye az is eleve probléma, hogy erre nagyon nagy összegeket áldoz a magyar kormány és a magyar állam, miközben az ivóvíz vezetékek felújítására jóval kevesebbet. Szóval a Gödi gyárhoz is, meg a Komáromihoz is a mészáros és mészáros cégei viszik a vizet, és hát mivel például a Gödi gyár az, az 8,5 kilométerre van a Dunától, a szennyvíz telep, amit megépíteni kell hozzá, az 12,5 kilométerre, szóval ez egy jó nagy beruházás, 32 milliárd forintos. És De ezt... Ha jól értem, ez a beruházás viszont nem közbeszerzési beruházás, ami itt zajlik. Tehát ez a Samsung gyárhoz kötődő fejlesztések vagy beruházások, vagy Samsung gyár ellátása. Hogy kell ezt elképzelni, hogy én vagyok egy külföldi beruházó Magyarországon, aztán a fejemre csapok, és azt mondom, hogy hoppá, hát ez a mészáros lőrinc, az igazán kiválóan tudna nekem vízközművet szolgáltatni. Hát de ma a beruházó kéri ezt, és hogy eleve ez a, ez a beruházás egy keretszerződés keretében valósult meg. Most ezzel nem is ilyen a Segesvári Csaba kollégám foglalkozik azzal, hogy ki kéri ezt a szerződést és még nem kapta meg. Tehát az összeget tudjuk, mert ugye megvannak a kiemelt beruházás kapcsán az összegek, és eleve egyébként 10 milliárd körüli volt ennek a beruházásnak az összege, és a kormány megemelte, de magát a konkrét szerződést nem láttuk, mert mondom, ez több beruházás részeként valósul meg. Jobban. De ez egy nagyon fontos részlet, és szerintem azt kérdezte az András, hogy ezt nem a Samsung vagy akármelyik külföldi gyár uh -huh. fizeti, hanem a magyar kormány, az adófizető. Így van. Pénzében. Akkor ezt nem hangsúlyoztam eléggé, ugye ezt már, az, már valami ezer milliárdnál tartunk, az infrastruktúra beruházások összege, ami az akkumulátorgyárakhoz kapcsolódik, az körülbelül ezer milliárd forint ebbe. víziközmű, áramellátás, földgezállátás és az útépítések is benne vannak. Tehát ezzel segíti a kormány ezeket a gyárakat, hogy ezeket meg Érinteti okay. a gazdaságot. Oh, Hogyne? <laughs> Mit tudunk a munkának a, a minőségéről, mert ha jól olvastam, nem botránymentes ez a beruházás sem. Hát ez elég érdekesen alakult, mert ugye a választások előtt kiderült, hogy valahol ugye el kell vezetni ezeket a csatornákat, de hát um, először lakott területen szerették volna, és a Fideszes Országgyűlési Képviselő Tuzson Bence hallgatva a népszavára elérte azt a hatóságnál, hogy módosítsák a nyomvonalat. Igen ám, de ugye ezen a nyomvonalon nagyon sok ilyen Natura 2000-es terület van, hát a maga a Duna part, a Duna jártér területe is természetvédelmi terület, de ezen kívül is még más területeket is érint. Magyarán meg kellett bolygatni ott is a növényzetet. Erre azért a Nemzeti Park igyekezett feltételeket szabni, hogy minél kisebb arányba érintsen a Natura 2000 területet, és egyébként az ott lévő több száz védett növény megültessék át, mielőtt ez a beruházás megvalósul. Csak hogy ez így valahogy nem valósul meg, de, vagy olyan módon. Most egyébként a helyi civilekkel ezen, ezen nagyon erősen dolgozunk, hogy utólag akkor próbálják ezt a növény pótolni, vagy megvalósítani, de szóval be kell áldoznunk ezek szerint természetvédelmi területeket azért, hogy a, hogy a multicégnek a vize biztosítva legyen. Kettő kérdésem van ezzel kapcsolatban. Sokat... Ott... Írtál arról az átlátszón, hogy a helyi tiltakozások az akkumulátorgyár működésével, mert nem a megvalósítás, itt már működési fázisában vagyunk, a működésével egy számtalan problémája van a környékben lakókkal, lakóknak. Hogy áll most a lelke a helyieknek? Fornak-e az indulatok ezzel kapcsolatban, vagy enerváltság lett túl rá, vagy körülbelül mi a helyzet? Hát körülbelül az a helyzet, hogy apátia van, és az a helyzet, hogy van nagyon kevés civil aktivista, aki ezt az apátiát folyamatosan próbálja legyőzni. Most például azzal, hogy azért az átlátszó cikkeinek és a helyi civileknek köszönhetően is elindult egy környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás a gyárügyében, amihez a helyi lakosságnak elvileg lenne beleszólása. De hát, amint tudjátok, a közmeghallgatásokat, azt most már írásban kell lebonyolítani. Úgyhogy most éppen azzal ö, foglalkoznak a gedi civilek, hogy segítsék a lakosokat abban, hogy meg tudják fogalmazni a problémáikat. Tehát ö, beadványokat fognak benyújtani, hogy mi a bajuk a gyárral, és aztán ezzel próbálnak hatni a hatóságra. Nem fog egyébként első menetben sikerülni, ez megy majd tovább ez a küzdelem nagyon nehéz, pontosan azért, mert már öt éve működik a gyár, újra és újra mozgósítani a lakosokat. Arról nem is beszélve, hogy hát ezt már többször elmondtam, hogy a helyi lakosság azért be van zsarolva, vagy meg van zsarolva azzal, hogyha lázadozik a Samsung gyár építkezései ellen, akkor kevesebb jut a városnak, hiszen a pénzt elvonták a megyéhez, most viszont egy fideszes polgármesterünk van, Kammerer Zoltán személyében, aki nagy összegeket ígért, sőt, már be is tett a város kasszájába. A mezei lakos azt látja, hogy végre épül járda az utcájában, hip-hip-hurá, tehát végre kapunk valamit a, abból a, a Samsung adóból, amit eddig, amitől eddig megfosztottak minket. Ez szóval bonyolult a helyzet. Ez lett volna a második kérdésem a polgármester úr. Göd politikai élete az legalább annyira hektikus volt, mint a Samsung gyár körüli hullámverések. Vele sikerül már valamiféle emberi kommunikáción a hajazó módit kialakítani, mert ha jól láttam idáig kamerára Zoltán nyilvános megszólalásai, azok kimerültek abban, hogy hátot fordított és elment. Hát ugyanúgy működik az ő politikai imázsa, mint ahogy más Fideszes, Fideszhez kötődő, mert ugye ő egy független, tehát a Fidesz által támogatott politikusoké, vagyis nagyon nagy pénzek és energiák mennek arra, hogy olyan projekteket futtasson, amik népszerűek a városban. Tehát az előbb említettem a járda vagy útépítést, de vannak mások is, mindenféle lecsófesztivál és egyebek, és nagyon sokat kommunikál ő, legalábbis az fotói szerint a helyi civil közösségekkel. Tehát nem mondhatom azt, hogy nincsen kommunikáció, viszont a, a Samsung az egy büdös tojás, ez egy tabú vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát hogy abban azért nagyon nehéz kommunikációra bírni a polgármestert, mert ugye ott pont arról van szó, hogy nem nagyon feszegessük ezt a dolgot, hagyjuk, hogy úgy menjen, ahogy éppen megy, mert ez a, ez a hallgatás az ára annak, hogy a város valamiféle kis pénzt kapjon a működéséhez. Jó, azért tegyünk itt egy lábjegyzetet. Én beszéltem az elmúlt időszakban fideszes politikusokkal, polgármesterekkel is, és volt olyan, aki roppant készségesen átrendelkezése. Sőt, még vissza is hívott, hogy még azt elfelejtette elmondani, hogy hogy. Van is, meg olyan is. Sőt, tapasztalta politikus, lehet, hogy azért Igen. a kameres Zoltán nem ezzel foglalkozott az előző életében. No, már, hát, hogyha mészáros lőrinc és vízközmű, akkor adnám magát, hogy felcsútra kanyarodjunk, de ezt meghagyom a beszélgetésünk végig nyalánkságra. Nézzük egy kicsikét más területet, de hogy, hogy nem megint Szilászlóval fogunk találkozni, ezzel is foglalkoztál Kati az elmúlt időszakban, sőt a parlament is foglalkozott azzal, hogy Kaposváron van egy gyár, amit megnéztünk, és nem működik, és, és valahogy valamilyen módon már megint Szilászló van körülötte. Miről van szó? A Kaposvára beígért Gidrán gyárról. Ez a Gidrán egy török cégnek egy ilyen páncélozott harcjárműve. Nem tank, egy sima, ilyen nagy páncélautó, amiből a kormány egy olyan két-három évvel ezelőtt bejelentette, hogy először vesznek pár darabot, meg is vették, meg is érkeztek ezek a járművek Magyarországra, kompletten török gyártótól, és beígérte a kormány, hogy vesznek még 300 darabot, de ezeket majd Kaposváron szerelik össze legalább részlegesen. És ezzel x darab munkahelyet biztosítanak Kaposváron, és hú, de milyen jó lesz. És volt is ilyen mosolygós gyárátadás szallaggal, ahogy kell. Mindennel, viszont az üzem azóta nem üzemel. Tehát, hogy ott nem nagyon történik semmi. Van egy kiváló kaposvári szerzője az átlátszónak, a Huszka Imre, ezt ő tapasztalta a saját szemével, kiment, lefotózta, ott ketten-hárman lézenktek, semmi nem történt az üzemnél. És aztán a parlamentben is előkerült a <kül> téma, igen, mert a cikkünk után azt hiszem, a Vadai Ágnés Ogyi képviselő megkérdezte a Honvédelmi Minisztert, hogy mégis mi a helyzet ezzel, és a miniszter úr meg azt mondta, hogy hát nem mondott semmit konkrétan. Ugye itt arról van szó, hogy ezeket a járműveket, ezeket a gidránokat nem közvetlenül a török gyártótól vette a Magyar Honvédség, hanem egy közvetítő cégtől, ami az említett C. Lászlói, illetve egy török oligarchájé, aki olyan Erdogan török elnöknek, mint Orbánnak a C. László. Tehát pont ugyanúgy nyeri kint a közpénzes megbízásokat, és akkor ők ketten, a C. meg ez a Karakús nevű ember csináltak egy közvetítő céget, ettől vette meg a Magyar Állam a Honvédség ezeket a járműveket. Azt nem tudjuk, hogy mennyiért, mert az egész üzletet 30 évre titkosította a kormány, mert nem tudjuk, hogy miért, mert azt sem mondták meg. És mostanra hogy a gyár nem üzemel, most a közvetítő cég honlapjáról is eltűnt egy az egybe a Gidren projekt. Pedig ugye évek óta ezzel dicsekedtek, hogy ők ebben részt vettek, és hú, milyen jó ez a jármű, hú, milyen jó ez a török gyártó, és még fognak együttműködni a török honvédséggel, illetve a török gyártóval és a magyar honvédséggel. Mostanra eltűnt a honlapjukról a Gidren, és a Honvédelmi miniszter meg ezzel kapcsolatban annyit közölt, hogy hát ez a cég, ez a közvetítő cég, ez egy magánvállalkozás, ami a körmánytól függetlenül hozza meg a döntéseit. És a gyárral kapcsolatban, meg hogy mi a helyzet, működik, nem működik, ezzel kapcsolatban nem mondott semmit. De hát a tények magukért beszélnek, nem működik a gyár, abszolút. Vontjunk arra vonatkozólag egyébként, hogy miért nem? Kiderül, hogy a Gidrán még mégsem olyan jó. Vagy kiderül, hogy a feltételek nem azok, amelyeket gondoltak az üzlet nyélbeütésekor? Nem tudunk, nem tudunk állat? semmit. Lehet, hogy túl drága volt, lehet, hogy inkább egy másik gyártóval egyezkednek, nem tudunk semmit sajnos. Ugye az én honvédelmi miniszterről tudni kell, hogy a fegyvergyártás ügyében nem ma született bárány, vagy nem két éves, aki most jött le a falvédőről. Vannak neki személyes tapasztalatai beruházó, mondjuk pontosan tulajdonosként és üzletemberként vélhetően a, a, hogy is mondjam, a, a rentabilitással, a legalábbis ami a gyártókat illető tisztában van. Igen, csak azért nagyon furcsa, hogy még néhány hónappal ezelőtt, és ha jól emlékszem, januárban ő személyesen lement a Kaposvári üzembe, ott körbefotózkodott mindenkivel, kirakott a Facebook oldalára egy videót, hogy hú, ezek a gidránok, ezek ilyen modern husza, huszár lovaként, ugye a gidrán az egy régi magyar lófajtának a neve, arról nevezték el ezt a járművet, hogy ezek ilyen hú, de mekkora előrelépést jelentenek a honvédségnek, és nagyon jó lesz, és izé, körbe reklámozták ezt a projektet éveken keresztül, és most meg így, így, ez egy magáncég, és mi nem tudunk róla. Tehát most meg úgy csinálnak, mint a semmi közük nem lenne. Hát közben jött valami. A legjobb családban is előfordul az <síns> ilyesmi. Jó, a szakadjunk egy kicsikét most el a konkrét témától, majd még visszatérünk a, egy kedvenc oligarchánknak a lakhelyére, már beharangoztam ugye a vízközművel. Nézzük meg, hogy általában, mint foglalkoztak, és most is a téged kérdezlek, úgy, hogy nagyjából mi a helyzet? Mi a helyzet úgy, ha most ellépünk, és nem is a konkrétan a cikkeidnél vagyunk az akkumulátor, akkumulátor Magyarországon, hogy itt vannak készülőben lévő gyárak, vannak működő gyárak, vannak olyan területek, ahol talán egyszer létesül gyár, ugyan jelen pillanatban senki nem mondja azt, hogy lesz, de cáfolni sem hajlandó senki, ez ugye Győr Iván. Na szóval körülbelül mi most a látkép akkumulátorgyártás ügyében? Hát ugye pont az, ezért szoktam azt mondani, hogy akkumulátoripari beruházások, mert ugye vannak a nagy gyárak, itt amit ö, sorolgattunk a Komáromi dél-koreai SK és a Gödi, illetve épül a Vivencsán még egy nagy gyár, tehát ezek a nagy gyárak, de ugye az ország tele van szórva különböző kiszolgáló üzemekkel. Katód gyárról is tudunk, ugye a katód az a elektromos autókban az akkumulátornak a része lesz, egy a Debrecenbe és, és ácson terveznek ilyet, és ehhez azért tegyük hozzá, amivel sokat foglalkoztunk, és valóban már nem csak az én cikkeimben, hanem szerencsére más újságírók és civil közösségek is foglalkoznak, az a veszélyes hulladékoknak a tárolása, illetve a selejtes akkumulátoroknak az újrahasznosítása. Ugye az EU-ban ez egy ilyen varázsszó, szó, hogy nem fogja szennyezni annyira ez az iparág a környezetet, mert hogy, és nem jelent olyan mert nagy Mert hogy kiszervezik Magyarországra a németek például. Hát egyrészt, másrészt viszont ugye az a cél, hogy a felhasznált anyagokat, litiumot, nikkel, kobaltot, amit ugye tudjuk, hogy hogyan bányásznak és milyen problémát jelent, szóval, hogy ezt visszanyerik a régi akkumulátorokból, és akkor újra hasznosítják. Most ennek a történet azért az EU-ban sem egyértelmű még. Például a litiumot nem lehet visszanyerni, nincsen olyan technológia, ami biztosítaná, hogy ezt maximálisan vissza lehessen nyerni, Na, de Magyarországon eddig csak botrányok kapcsolódtak ehhez a feldolgozó iparhoz. Ugye ezzel nagyon sokat foglalkoztunk, hogy egy dél koreai cégnek a sziget Miklós és Bátony üzeme engedélyek nélkül működött, utána pedig olyan vétségeket követtek el, ami miatt fel kell függeszteni a Bátony működését. És egyáltalán nem mellékesen, rengeteg, hát azért mondom, hogy rengeteg, mert tudom azt, hogy a az Zikladon és az Abasáron talált illegális hulladéktárolás mellett máshol is vannak ilyen illegálisan tárolt és gyárakból kikerült anyagok, amik szintén egyelőre nyomozás folyik, és bizonytalan, hogy ezek hogy kerültek oda, miért kerülhettek oda, és egyáltalán szennyezték el a környezetet. Szóval itt nagyon sok területet érint a gyárakon kívül Magyarország területén, ez az iparág. A egyetlen jó hír ezzel kapcsolatban, hogy foglalkozni való, de az elkövetkező időszakban is lesz mivel. Igen, de nem csak megírni való, hanem tenni való is. És akkor szerintem azért erről érdemes beszélni, mert a legutóbb ugye megírtuk, megírtam, hogy engedély nélkül működik a gyár, de itt a gödi gyár, de itt nem csak erről van szó, hanem arról, hogy gyakorlatilag a kormány ezt, a, ezt az iparágat ezt úgy készített elő, hogy sehogy nem készítette elő, tehát gyakorlatilag engedélyezés és jogi környezet az, az nincs Magyarországon, tehát magyarán még azt se tudják a hatóságok, hogy ez most veszély, milyen módon veszélyes, és kell-e hozzá olyan szigorú szabályozás, amit egyébként a kormány folyamatosan mondogat, mert én nem mondogat, nagy marha szigorú szabályok vannak, de hát nincsenek. És ebben azért a civileknek és a pártoknak és egyáltalán mindenkinek, aki észreveszi, hogy valami nem szabályosan történik, fontos szerepe van, és tesznek is lépéseket. És ez a fajta tiltakozás azért az adáig elvezetett, hogy legalább látszólag elkezdik az engedélyezést egy kicsit komolyan van venni ezekben a, akkumulátori kumulátoripari veruházásokban. Ez azért részeredmény. Kati, a Gödi nyár szóba került, meg hát folyamatosan napi van. Az például engem érdekel, hogy egy nem messze lévő települést, ráadásul ugyanaz a képviselő, mindegy melyik, vere hullámokat a, a, az ügy maga. Tehát, hogy eljut-e nem kifejezetten gödre, mondom még egyszer, most mindegy melyik település, de ettől nem messze fekvő, hogy ott-ott, ott. ott, ott Téma-e az emberek között az, hogy mondjuk Gödön mi van? Vagy az Göd messze akkumulátorgyár mindegy? Szerintem eljut, hiszen itt, itt néhány kilométerről beszélünk, és szinte összeépült településekről. Tehát most néhány hónapja előkerült, de ez Zsuzsa jobban tudja nálam, hogy fótra is terveznek mm -hmm. valamilyen akkumulátorgyártással kapcsolatos létesítményt. meg is, meg is. Igen, igen, és a szomszédos budapesti kerületbe, megyer 15. kerület, ugye az is csak néhány kilométertől a fóti helyszíntől, ott is a... Negyedik. A negyedik. Nem tudom, de 15-be is láttam. Tehát, hogy ezek nagyon közel vannak egymáshoz, tehát a, a helyi lakosság ezzel foglalkozik, és nem csak az úgy helyek, akik gödön laknak, vagy fóton, hanem, hanem akik. Te hát a fut. bizonyos vonzás vonzáskörzetbe, ugye, ha itt ne adj Isten ki, kiüt egy havári a helyzet, begyullad valami, vagy, vagy bármiféle ilyen nagyobb volumenű baleset történik, az nem fog megállni a, a gyár vagy a raktár falain belül. Tehát ugye a szél és egyéb erők hatására az, az egész környékbeli lakosságra fóton sikeresen perelik pereli, pereli is, az engedély, tehát egyelőre nincsen katasztrófa engedély az összeszerelő üzemnek. Tehát itt azért nagyon fontos, hogy valaki tudatosan ebbe beleálljanak, és vigyék tovább az ügyet bíróság felé, és megtalálják azokat a pontokat, ahol be lehet kötni egy ilyen üzemépítésébe. Igen, és egyébként Zsuzsa arról még nem beszélte, pedig az fontos, hogy a cikkeinek még külföldön is volt hatása, Hát pont az általam előbb említett uh, sziget bátony bátonyterenyei céget, üzemeltető Szángél nevű egy cég, az ugye Németországban is szeretne uh, újra feldolgozót építeni, és ez nem fontos mozzanat az, hogy... Uh, nem, nem egyszerűen arról van szó, hogy a helyi civilek és a helyi természetvédők tiltakoztak, mert jaj, ez valami veszélyes dolog, hanem pont az a különbség, hogy az a cég, amelyik Németországban nagyon alapos hatástanulmányjal állt a hatóság elé, az, az visszavonulót fújni kényszerült Türingiában. Most egy másik türingiai helyszínen keres ennek az üzemnek létesítési lehetőséget, de ott is nagyon komolyan állnak bele, nem csak a civilek, és akkor itt most tehát azt mondanám, hanem a olyan politikusok természetű képesek arra, hogy energiát tegyenek abba, hogy, hogy környezeti szakmérnökökkel és szakjogászokkal megvizsgálják, hogy az az adott üzem, az megfelele a normalitásnak és a környezetvédelmi törvényeknek. Ez nálunk azért egyelőre, hogy mondjam, gyerekcipőben jár. Tehát itt is kellene, annak ellenére, csak ugye nagyon nehéz a helyzet, annak ellenére, hogy a kormány csak úgy puff, bejelenti, hogy valahol épül egy akkumulátorgyár, vagy feldolgozó üzem, és nem tud hogy micsoda, de Alsó Zsolca története azt mutatja, hogy, hogy, hirtelen több civil szervezet képes volt tanulmányokat olvasni, utána nézni a cég hátterének, és mindent, információt megszerezni, hogy valóban megfelelőek a környezetvédelmi szabályok, nem véletlenül hogy visszavonulót és fújt az ottani cég, és most megérte, hogy akkor most nagyon alaposan kidolgoz egy újabb tanulmány, Szóval a német példa az azért, azért, nagyon fontos, mert, mert igen, ahogy mondod, kiszervezik Nyugat-Európában az elektromos autó gyártásához szükséges akkumulátorgyártást, de lehet, hogy ez naivitás, de szerintem nem a részemről, hogy azért egy, egy ponton túl ezt a német fogyasztó sem fogja elviselni, vagy bizonyos politikai öröknek ciki lesz, hogy olyan cégeket támogatnak, amelyek szennyezik a környezetet, és most mindegy, hogy a német vagy a magyar környezetet, tudom, hogy nem mindegy, de de szóval muszáj kilépni a nemzetközi szintre ebben az akkumulátoripari témában, és muszáj az európai döntéshozók figyelmét felhívni, hogy nem kívánjuk ezt hát ez az európai döntéshozóknál először arra lenne szükség, hogy a 2035-ös céldátumot a belső égési motorok kivezetésére felülvizsgálják, mert hogy az a helyzet, hogy az elektromos autógyártás és környezeti kockázatokkal jár. Na de ha más nem, akkor az átlátszó azt már elérte, hogy radikálisan sikerült a környezeti károkozás kockázatát csökkenteni Türingiában, ha más nem, akkor ez a... <laughs> Igen, mert ugye értesültek arról, hogy az a cég, ami ott készül létrehozni egy létesítményt, az egyébként itthon. Milyen Miket csinál, botrányos elég? és veszélyes körülmények között üzemeltetés, és ott, ott mondták a helyiek, hogy hát kösz, ezt ide nem szeretnénk. És ugye a következő lépés az lenne, hogy itt nálunk se legyen ilyen, de hát ez, ez még várat magára sajnos. Na, akkor zárásként nézzük meg, hogy oligarcháink legszűkebb lakhelyén mi van, mi a helyzet felcsúton, mi történt a Disneylandünkben, azt én mi élvezetünk az uniós forrásokat össze, és ugye nézegettem, mihol, mihol, történt itt az elmúlt felcsúton években. Felcsúton mindig a A Disneylandnek mindig van egy ilyen egy külön bája mi a helyzet most éppen ott aktuálisan? Mi hiányzik még ott, amit valahogy minden áron meg kell valósítani? Több minden, és lennének is ötleteim, de szeretném ezt meghagyni, tehát nem szeretném ellőni, hát ha valami jobbat ki tudnak találni, de most így saját kútfőből az önkormányzat nekiállt egy mobil jégpálya kivitelezőjét keresni, ugyanis az még nincsen. Tavaly volt, de az csak egy átmeneti megoldás volt, mert a Mészároség egyik cég az ajándékban kibérelt egyet időlegesen az önkormányzat és a falubeliek örömére, viszont az önkormányzat szeretne egy fixet. És ehhez szeretnének venni korcsolyákat is, meg ilyen korcsolyázás segítő eszközöket is. Tehát, hogyha András, hogy nem csak egyszer beszélsz felcsútról, hanem végre lemész, és ja, meglátod a jégpályát, és ki akarod próbálni, és nincs nálad korcsolya, akkor ez ne legyen probléma, hanem tudj egyet bérelni, és ki tud lehet, nem próbálni a pályát. ilyen pályán. veszélyes sportokat nem műzök. Egy, kettő, hogyha ott lesz nem tudom mennyi megrendelt korsója, akkor viszont legalább tudom, hogy mi a, lehet a sorsuk. A déli vasúti híd harmadik vágányára itt szépen el lehet őket helyezni. Hogy megrendelj. hát kicsit messze van, de a korcsolyázók, hogyha megunták a korcsolyázást, akkor bemehetnek ott a korcsolyapálya melletti étterembe, amit a mészároséknak egy másik cége üzemeltet a változatos Se hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Kellően jól keretbe foglaltuk az elmúlt heteinket. Ez volt az átlátszó Best of. Best of Mondó, Bodnár Zsuzsa és Erdély Katalin volt a beszélgető partnerem a mostani alkalommal. Szabó Krisztián volt a technikai munkatársai, pedig Hont voltam. Köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztok.